A tanévnyitó szentmisét idén Bosák Nándor megyéspüspök celebrálta, az egyházi méltóság kiemelte a Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium az elmúlt két évtizedben Szabolcs-Szatmár-Bereg meghatározó oktatási szereplőjévé vált, ráadásul jubileumi évforduló is kapcsolódik idén a tanévkezdéshez, erről már az intézményvezető beszélt. Nagy öröm számunkra, hogy éppen ma 20 éve nyitotta meg a kapuit a Szent Imre Katolikus Gimnázium. Akkor 68 diákkal, 3 főállású pedagógussal, és hát mára ez a mustármagnyi oktatási intézmény kezdemény egy 637 általános iskolai alsótagozatos, felsőtagozatos kis- és nagy gimnazista diákot, valamint 47 óvodást nevelő többcélú intézménnyé vált. Az oktatásnevelési intézmény, valamint katolikus egyesülete tavaly Szent Gellért napján tartotta meg először a Szülőföld szeretete, a Hazavédelme nevű programját. A most záruló projekt két napja alatt szakmai kirándulást tettek a nyíregyháziak a határon túli magyarokkal. Évről évre a Szent Imre napok keretében, vagy pedig most ilyen kivételes alkalomkor, a születésnapon meghívást kapunk testvériskolánktól, és nagyon gazdag programot készítenek számunkra. A tegnapi érkezést követően Gödöllőn jártunk, a Grasalkovics kastélyban, csodálatosan szép kastély, először látjuk ezt, a gyerekeink is borzasztóan boldogok voltak, hogy ilyen gyönyörű helyeken megfordulnak, ezen kívül Budapest következő programállomás volt. A hazavédelme mindannyiunk szent kötelessége, vélik a Szent Imrések, ezért is fordítanak nagy figyelmet a határon túli, főként testvériskolai kapcsolatokra. Nagyon fontos, hogy nem csak tanévnyitó ünnepség van most az iskolában, ha bár ez is nagyon fontos, hogy az iskola életében nyilván ez a legfontosabb alkalom. Emellett egy olyan együttműködési projekt is zajlik a tanévnyitóval együtt, ami a nemzetközi kapcsolatai, testvériskolai kapcsolatainak az ápolását jelenti az iskolának. Gondolok itt elsősorban a Munkácsi Szent István Líceummal való kapcsolatot, amely már hosszú múltra tekint vissza. A kárpátaljaiak mellett a helyiek is megnézhették azt a kiállítást, amelyet a 20 éves jubileum alkalmából nyitottak az iskola kápolnájában. Az intézmény öreg diákja, Molnár Levente alkotásai egy hónapon keresztül látogathatóak.